Jó estét kívánok, köszöntöm a Csaba Televízió kedves nézőit, Háttér című magazinunkat látják. Lezárult a SANSZ áldozat segítő együttműködés és szolgáltatás fejlesztés Békés megyében elnevezésű projekt. Ennek a programnak az eredményeiről számolunk be a mai műsorunkban, ennek kapcsán mai vendégeim. Tiszó Irén, a Békés Csabai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtól a projektmenedzsere. Üdvözöllek itt a stúdióban. És Halmágyiné Budai Erzsébet, a projekt szakmai vezetője, üdvözöllek téged is. Köszönöm, kívánok. Egészen pontosan ennek a programnak mi volt a célja, ugye 2011-ben indultad, és kinek az együttműködésében jöhetett ez létre? Így van, a program 2011-ben kezdődött, gyakorlatilag azzal, hogy megjelent a pályázati kiírás 2011. augusztusában. Ezután kialakult egy szakmai tím, tehát néhány olyan szakember, aki úgy gondolta, hogy ezzel a témával érdemes foglalkozni, és mindenképpen meg kellene célozni ennek a támogatásnak a lehetőségét. Készítettünk egy szükségletfelmérés Békés megye vonatkozásában. Ennek volt egy helyzetelemzés része, illetve egy fókuszcsoportos interjúk sorozatán keresztül történt ez a felmérés. És igen, az volt a visszajelzés a szükségletfelmérésnek, hogy mindenképpen szükség van ezekre az áldozatsegítéssel, áldozatvédelemmel foglalkozó projektekre. Ennek eredményeképpen állítottuk össze ezt a szakmai tervet, és nyújtottuk be, és szerencsére ugye úgy döntött a pályázat kiírója, hogy támogatásra érdemesnek találta. A Gyermekjóléti Központon kívül még két partner vett részt ebben a programban. Ők kik és ők milyen tevékenységet vállaltak ebben a két, több mint két éves munkában? Így van, ez a két éves program ugye konzorciumi együttműködésben valósult meg. A Békés Csabai Kistérségi, illetve a Szociális Szolgáltató Központ volt még akkor az intézmény főpályázóként vett részt a programban. Két konzorciumi partnerünk volt a Békés megyei kormányhivatal, pontosabban a kormányhivatal igazságügyi szolgálata volt az, aki a szakmai tevékenységek megvalósításában részt vett, illetve a Budapesti Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal volt a harmadik elem ebben a pályázatban. A konzorciumi tagokon kívül azért két nagyon fontos együttműködő partnerrel dolgoztunk együtt a projekt ideje alatt. Ez a Békés megyei rendőrfőkapitányság, illetve a Békés megyei áldozatvédelmi és bűnmegelőzési közhasznú egyesület. Ők nagyon sokat segítettek abban, hogy a programjaink a lakosság széles köréhez eljusson, illetve a szakemberek részére is továbbították a lehetőségeket, és próbálták ők a saját kollégáikat, tagjaikat delegálni az általunk szervezett programokra. Áldozat segítő együttműködés és szolgáltatás fejlesztés milyen gyakorlati elemeket jelentett ez a program során? Tehát mik azok, amik egészen pontosan megvalósultak? Nagyon sok minden történt, amit talán ebben a 20 percben nem is fog beleférni, de hogy talán a legjelentősebbeket, hogyha ki tudnánk emelni, mi az, ami ezen a téren történt itt a megyében. Igen, hát próbálom dióhéjban összefoglalni ezt a rengeteg programot, amit ugye vállaltunk ennek a projektnek a keretében. Az első és legfontosabb, azt gondolom, a potenciálisan veszélyeztetett korosztály. Ők voltak a középiskolás diákok, illetve az ő szüleiket próbáltuk bevonni ezekbe a tevékenységekbe. Rendkívüli osztályfőnöki órák keretén belül kortárs segítőképzést tartottunk, önvédelmi képességfejlesztést. Ezek a programok a diákoknak szóltak, illetve az alkalmi foglalkozások. Ezeken a programokon belül nagyon sokféle megközelítésből próbálták a szakemberek a diákokat felvilágosításban, prevencióban részesíteni. A rendkívüli osztályfőnöki órák kapcsán igazából próbálták úgy a tematikát összeállítani a szakemberek, hogy ez egy interaktív, különböző szituációkon keresztül gyakorolható és elsajátítható formája legyen a megelőzésnek. Nagyon szívesen vettek benne részt egyébként a diákok, szép számban. Pont azt akartam kérdezni, hogy milyen volt a fogadtatás magáról a diákok részéről, mert gondolom, hogy korábban is voltak már, vagy lehet, hogy voltak már hasonló programok, de azért ilyen még nem. Ez így van, és azt bátran elmondhatjuk ezekről a programokról, hogy maguk a diákok is meglepődtek, amikor rájöttek arra, hogy ez teljesen élményszinten fog működni ez az egész, élményszinten juthattak ezekhez az információkhoz.
Amikor erre ők rájöttek, akkor aktív részeseivé váltak, oldódott bennük a feszültség ezzel kapcsolatban, és igazából a szakemberek arra is hangsúlyt fektettek, és azt is figyelembe vették, hogy ezek flexibilis foglalkozások legyenek. Tehát a diákok bármilyen problémát, ami nekik problémát jelentett, behoztak, minden alkalommal meglettek ezek a problémák beszélve, kaptak ezekkel kapcsolatban információkat. Bocsánat, egy picit még közbeszólok, itt a szakemberek is tanultak valami újat a diákok, tehát felmerült esetleg valamilyen új, nem tudom, probléma vagy bármi ilyesmi, amiről a szakembereknek is ez újdonság volt, vagy azért elég jól felkészült dolgokról beszélünk. Itt nagyon felkészült szakemberek tartották ezeket a rendkívüli osztályfőnök órákat. Nyilván nem véletlenül, hiszen ez egy nagyon érzékeny terület a diákok körében. Ugye főként azért, hiszen azért is nevezzük őket potenciálisan veszélyeztetett korosztálynak, hiszen ők azok, akik bulizni járnak, és az elmondásuk alapján is hétvégente rendszeresen alkoholt fogyasztanak, dohányoznak, itt azért a kábítószerfogyasztás is ugye nagyon nagy problémát jelent. Ezekkel kapcsolatban, ezeknek a veszélyével kapcsolatban is rengeteg tájékoztatást kaptak a diákok a szakemberektől. Jó, akkor a diákokon kívül ugye a szüleiket is megszólítottátok ebben a programban. Itt ezen a téren mi történt, milyen elemek valósultak meg? A szülőket korábbi tapasztalatok alapján nehézkes volt bevonni ezekbe a prevenciós tevékenységekbe. Ezért a szakemberek kidolgozták azt a tervet, hogy három irányból közelítik meg a szülőket. Ez a három irány a szülőértekezlet, a fogadóra és a szülőakadémia volt. A szülőértekezlet és a fogadóra ugye kifejezetten a szülőknek szólt, illetve pedagógusok is előfordult, hogy beültek ezekre a programokra. Tehát nekik szólt elsősorban, tájékoztatás jelleggel, nagyon-nagyon kihangsúlyozva a család szerepét és a deviáns magatartási formák szerepét okokozati összefüggésben, a különböző személyiségzavarokat, személyiségfejlődést taglalták ezeken a foglalkozásokon. A fogadóórák kapcsán itt lehetőség volt arra, hogy a szülők személyesen is megkeressék négy szem közt egy diszkrétebb formában a szakembereket, akár egyedül szülőként, vagy a gyermekükkel együtt, és az aktuális problémát, illetve ami nekik problémát jelent, azt diszkrét körülmények között tudták megbeszélni, és erre segítséget kapni, tájékoztatást, hová fordulhatnak. Úgyhogy ez egy nagyon fontos programeleme volt még a pályázatnak. Az alkalmi foglalkozások, ami szintén a diákoknak szólt, erről annyit érdemes tudni, hogy ezeket majdhogy nem a pedagógusok külön kérték is, hívták vissza a szakembert, hiszen látták azt, hogy a rendkívüli osztályfőnök órák milyen jól sikerültek, de még azért mindig ugye természetesen nem tudtunk csodát tenni ez alatt a két év alatt, azért nagyon nagy probléma volt, és azt gondolom, hogy megyében vannak azért olyan középiskolák, ahol még inkább jelen vannak ezek a problémák, ugye a szociális helyzetre való tekintettel. Itt pedig a diákok, ez egy abszolút interaktív dolog volt nekik, itt is különböző szituációkon keresztül, és itt tényleg nagyon ki volt hegyezve a téma a kábítószerfogyasztásra, az alkohol és a alkoholfogyasztása és a dohányzásra, bocsánat, ezt nem láttam kimondani. Úgyhogy ezek nagyon összességében nagyon-nagyon sikeres programnak mondhatók, ezeket majd a végén a számok is fogják tanúsítani. És ugye az ő számukra készült a televízión közbenjárásával egy áldozatvédelmi kisfilm is, amely azt hiszem, hogy 6 témakörben mutatja be ezeket a fiatalokra vonatkozó veszélyforrásokat. Ezeket is levetítettétek, vagy ezek is járták az iskolákat és az osztályfőnöki órán megjelentek. Ennek a filmnek milyen sikere volt, erről mit lehet tudni pár szóban? Ennek a filmnek elkészültét és nyilvános bemutatóját követően a film aktív és szerves része lett a rendkívüli osztályfőnöki óráknak. Természetesen bemutatásra került ezáltal minden alkalommal, és ennek mentén is ez is egyfajta irányelvet adott a rendkívüli osztályfőnöki órák menetének. Azt gondolom, hogy nagyon nem is gondolnám, hogy van olyan osztály, ahol bármelyik gyerek bármelyik szituációval kapcsolatban esetleg nem érintett, közvetett vagy közvetlen formában.
És ami azt gondolom, hogy igazából sikerét adta a filmnek, az ugye a középiskolás diákok részvétele a filmben, illetve az, hogy a filmet készítő szakemberek nagy mértékben figyelembe vették a diákok jó tanácsait, úgymond erre a filmre való tekintettel. Nyilván így lehetett a film minél életszerűbb, a diákok nyelvén szól, azokon a helyeken játszódik, ahol a diákok sűrűbben megfordulnak. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy ennyire elfogadták a szakemberek a diákok, a filmben szereplő diákok ötleteit. És hogyha már a szakembereknél járunk, akkor az ő számukra is voltak különböző konferenciák, fórumok. Erre miért volt szükség? Ennek mi volt a jelentősége a program során? Azt gondolom, hogy nagyon fontos célunk volt az, hogy a lakosságon, a potenciális áldozatokon kívül a szakemberekkel is foglalkozzunk különösen. Ugyanis ma is azt látjuk még, hogy nagyon sok esetben tájékozatlanok az emberek, és ennek az egyik oka az, hogy néha a szakemberek sincsenek tisztában azzal, hogy hova fordulhatnak az áldozatok. Igen, mert ha jól tudom, nem is olyan régi történet ez az áldozatvédelem, mert hogy a záró konferencián elhangzott, hogy Magyarországon 2006 óta beszélünk erről a szolgáltatásról. Így van, tehát 2006 óta van ez a jogszabály, ami ennek az alapját képezi, azóta működnek az áldozatsegítő szolgálatok. De ma is nagyon sok olyan esettel találkozunk, hogy valaki áldozattá válik, bűncselekmény éri, és igazán ott áll tehetetlenül, és fogalma sincs, hogy mik a lehetőségei, hova fordulhat segítségért. Nem, hogy közvetlenül az áldozatsegítő szolgálatról nem hallott, vagy nem tud, igazán, ha bemegy mondjuk a helyi önkormányzathoz, vagy a családsegítő szolgálathoz, az sem biztos, vagy talán még ma sem biztos, de évekkel ezelőtt meg valószínű, hogy nem is hallottak róla. Nagyon kevesen tudták, hogy működik az áldozatsegítő szolgálat, hogy ott lehet azonnali pénzügyi segít, jogi segítségnyújtást, pszichológiai segítségnyújtást, egyéb dolgokat igénybe venni, vagy annak milyen útja, módja van, hova kell fordulni, mi a teendő, hova kell a kérelmet benyújtani. És én azt gondolom, hogy ez mindig elképesztő, ha vannak szolgáltatások, vannak lehetőségek, csak egyszerűen azért nem találnak rá azokra az emberekre, akiknek leginkább szükségük van, mert nincs információjuk. Tehát ezért is gondoltuk, hogy a szakemberekkel egyrészt az információk szintjén sokat kell foglalkozni, a másik, hogy készségfejlesztés szintjén is. Azt gondolom, hogy az áldozatokkal való foglalkozás egy kicsit másfajta megközelítési módot igényel, tehát a projekt keretében volt szakemberek számára kerekasztal, fórum, tapasztalatcsere, volt kommunikációs készség, ami kifejezetten azt a célt szolgált, hogy a mindennapokban hogyan lehet ezeket az eseményeket feldolgozni, hogyan lehet ezekről a bűncselekményekről, ezekről a helyzetekről kommunikálni, hogyan tudjuk megszólaltatni az áldozatot, azt, aki egy ilyen traumán esett át. Nagyon fontos a kommunikáció mellett a konfliktuskezelés, hogy új konfliktuskezelési technikákat próbáljunk elsajátítani a szakemberekkel is, hiszen sokkal könnyebben tudják végezni a munkájukat. Sokat beszélünk, sokat hallunk arról, ugye, hogy a szakemberek a személyiségükkel dolgoznak. Nyilván nagyon fontos, hogy ezt karban is kell tartani. Tehát igenis szükség van ezekre a tréningekre, szükség van arra, hogy megújuljanak, új technikákat, új módszereket sajátítsanak el. Tehát így többek között például a mediáció, mint technika megjelent a képzéseken, ami azt gondolom, hogy sok szakember számára új volt. Azt gondolom, hogy Békés Csabán itt az intézményünkben a mi kollégáink olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy igen sokan végeztek mediációs képzést korábban, vagy tanfolyami formában, de több diplomás kollega is van, aki elvégezte ezt a képzést. Azt viszont tudjuk, hogy kisebb településeken, ahol mondjuk egyszemélyes családsegítő szolgálatok vannak. Igen, igen, nehezen jutnak el képzésekre, kevés lehetőségük van ilyeneken való részvételre. Úgyhogy azt gondolom, ha ezzel a projekttel egy részvételi lehetőséget tudtunk adni, ami igazán pénzben nem került, hiszen a pályázatból finanszírozta a pályázat kiírója, gyakorlatilag azok a szakemberek, akik részt vettek, olyan szerencsés helyzetben is voltak, hogy nem minden képzés Békés Csabán bonyolítottunk, hanem kis térségekbe vittük le ezeket. Azt gondolom, ez is fontos szempont, hogy lehetőleg a lakóhely közelében minél többen oda tudjanak utazni, meg tudják közelíteni ezeket a helyszíneket.
Ugye a program során nagyon fontos szempont volt az, hogy minél többen tájékozódjanak ebben a témában. Ennek kapcsán azért született egy áldozatvédelmi kiskönyv is, amely mondhatni, hogy összefoglalja, az, hogyha valaki áldozattá válik, mi a teendő, hova fordulhat, vagy egészen pontosan mi is van ebben a könyvben. Így van, ez egy nagyon jó megközelítés, gyakorlatilag valóban ez volt a célunk, hogy akik ebben a témában érintettek, vagy ezért már áldozatok, vagy szakemberként, próbáltunk arra törekedni, hogy egy közös nyelvet beszéljünk, értsük egymást, tehát valóban így van, leírtuk igazán, hogy milyen jogszabályi környezet van most Magyarországon, egyáltalán ki az áldozat, mi az, hogy bűncselekmény, tehát a jogi háttereket is tartalmazza, nagyon részletesen tartalmazza az áldozattá vált emberek számára igénybe vehető szolgáltatásokat. Született már ilyen könyv korábban, mert ez egy nagyon hasznos dolognak tűnik, hogyha valaki tényleg érintett a témában, mert sajnos úgy szokott lenni, hogy amíg nem történik meg velünk, addig nem foglalkozunk az esettel, aztán ha valami probléma van, akkor hirtelen azt se tudjuk, hogy hova forduljunk kihez. Én nem tudok erre pontos választ adni, én még nem találkoztam ilyen szerkezetbe kiadott kiadványal, ettől függetlenül elképzelhető, hogy van vagy van valami módszertani füzet, vagy ilyen jellegű kiadvány. Tehát nem tartom kizártnak, de konkrétan én még a kezemben nem fogtam ilyet, vagy nem találkoztam vele. Úgyhogy pontosan tartalmaz a segítőhelyek listáját és telefonos elérhetőséggel, ügyfélfogadással. Aztán a módszerekről is tartalmaz egy-két információt, tehát például a mediáció, amiről az előbb is beszéltem, hogy mi is ez a módszer általában, és hogy például az áldozatvédelem, áldozatsegítés területén ez hogyan működik, vagy bűncselekmények elkövetői esetében. Mert egyre elterjedtebb már hazánkban is, hogy a bűncselekményeket követően a sértett és az elkövető között mediációs folyamat kerül lebonyolításra. Ez szerintem a köztudatban még nem igazán elterjedt, tehát például erről is lehet olvasni ebbe a kézikönyvbe. Ugye nagyon az idő rövidsége miatt nem fog beleférni minden elem és minden program, ami megvalósult ennek során, de történt egy hatástanulmány is a programról, egészen pontosan mire vonatkozik ez a hatástanulmány. Így van. A pályázatban ugye már a kiírásban látszott, hogy voltak olyan tevékenységek, amit kötelezően meg kellett valósítani a két éves projekt során. Az egyik ilyen kívánatos dolog volt, hogy az elején a pályázat indulásakor kellett egy kérdőíves tanulmányt készíteni a lakosság tájékozottsági szintjéről, elégedettségéről, biztonságérzetéről. És a két év után ugye egy nyomon követés során egy újabb lekérdezéssel kellett vizsgálni, hogy ez hogyan változott a projekt hatására. Ugyanazokat az embereket kérdezték meg? Ugyanazokat. Így van, ugyanazokat az embereket. Tehát a két év elteltével, hogy hogyan változott ez az eredmény, és itt egy kívánatos érték került meghatározva már a kiírás során, ugye, ami az 5%-ot jelentette. Tehát ez volt az általunk kitűzött szín is. Itt Békés megyében 2000 fős mintavétel történt, és akkor a lekérdezés ugyanazt az 1000 főt érintette, illetve nem pontosan, mert ha jól emlékszem, akkor talán 740 ember volt, akit meg lehetett találni két évvel. Tehát nyilván elköltözött, elhalálozott, vagy esetleg akkor nem, második alkalommal nem volt elérhető, ugye ez ilyen telefonos interjú volt. De én a szociológustól, aki a kutatást végezte, úgy tudom, hogy ez egy elég jó arány, az, hogy 1000 főből 740 főt utol tudtak kérni. És hát ez volt az érték, amitől egy kicsit úgy tartottunk, mert igazán ezt úgy menet közben nem volt erre vonatkozóan túl sok visszajelzésünk. Nyilván a projektben egy elég komoly sajtókampány volt, ugye nagyon gyakori volt a média megjelenés, tévé, rádió, újság, szórólapokat készítettünk, volt filmbemutató, könyvbemutató, tehát ezzel próbáltunk az egész megyébe folyamatosan jelen lenni. Azért azt gondolom, hogy 25 ezer szórólapot a megye településeire eljuttatni, az sem volt kis dolog, és ez tényleg egy szép szám szerintem. De azért izgultunk, hogy itt sikerül-e a kitűzött célt elérnünk, és én azt gondolom, hogy nagyon elégedettek lehetünk, mert 8,49% lett a végeredmény. Nyilván lehet erre azt mondani, hogy kevés, lehet erre, hogy sok. Én azt gondolom, hogy mi elégedettek vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon komoly feladat. Azt is mutatja szerintem, még mindig, ha megnézzük a kérdőívek eredményét, hogy nagyon sok munka van még. Tehát még mindig kevés szerintem a lakosság számára az információ, az még hosszasan és sokat kell dolgozni.
Ugye itt nagyon sok minden történt, nagyon sok mindent hallottunk. Szerintetek mi a legnagyobb eredménye ennek a két éves munkának? Ti mit gondoltok erről? Én, amit az előbb mondtunk, hogy a lakosság tájékozottsági szintje ilyen mértékben őt, ezt mindenképpen nagyon pozitív dolognak értékelem. A másik az, hogy nagyon sok embert sikerült bevonni a programunkba. Tehát itt ugye mondtam, hogy több indikátorunk volt, amit vállaltunk. Tehát az, hogy a felvilágosító tájékoztató rendezvényeken 7956 fő jelent meg. Ebben benne vannak a szülők, a középiskolás fiatalok, azok, akik egy-egy rendezvényen részt vettek, tehát egy filmbemutatón, könyvbemutatón, ahol valamilyen információt kaptak. Vagy azt, hogy mi nem beszéltünk igazán a szolgáltatásokról, hogy plusz szolgáltatást is vezettünk be a pályázattal. Ilyen volt például az egyéni mentálhigiéni, a csoportos mentálhigiéni, volt mediációs szolgáltatás is, amit a projektidőszak alatt igénybe lehetett venni. Itt 100 főt tűztünk mi itt célul, ehelyett 247 fő. Tehát önmagában azt gondolom, hogy bőven tudtuk teljesíteni a vállalt értékeket, sőt azt mondom, túl teljesítettük. Ezeket ez mindenképpen nagy eredmény. De ugyanúgy a szakembereknél 309 fő lett a végső számunk, ott 100 főt vállaltunk. Nyilván ebben benne van az is, hogy amikor terveztünk, akkor igazán nem tudtuk ezt pontosan belőni, hogy hogyan is tudjuk őket bevonni, megszólítani. Nyilván van sok nehezítő körülmény is, tehát nem könnyű a megye egész területéről szervezni az embereket. Azt gondolom, amiről beszéltünk, hogy próbáltuk minél közelebb vinni a képzéseket, programokat, rendezvényeket, ez mindenképpen segített. És ugye nyilván, amikor azt mondjuk, hogy 309 szakember, az nem azt jelenti, hogy egy-egy programon. Tehát volt olyan szakember, aki 5-6 programelemen is részt vett, mert volt mondjuk egy kommunikációs képzésen, elvégezte az e-learning tanfolyamot, lehet, hogy rendszeresen eljárt az esetmegbeszélésekre, és ezt tudjuk, tehát ugye mi végig elemeztük, és gyakorlatilag találkozunk ugyanazokkal a nevekkel. Ugye amikor az indikátorokról beszélünk, ott egy ember akárhányszor jelent meg, az egynek számít. De ez is, amikor azt látom, hogy ennek az embernek a nevével már az 5. programon találkozom, akkor én azt gondolom, az is azt jelenti, hogy tudtunk neki olyat adni, hogy eljöjjön a következőre is. Tehát kapott olyan plusz információt. Például voltak workshopjaink, ami a közigazgatási hivatal programja volt. Ők korábban egy belügyminisztériumi kiemelt projekt kapcsán kidolgoztak egy önkéntes hálózati tematikát. Ők jöttek le háromszor két napos volt ez a program, és nagyon-nagyon jó volt a fogadtatás, mert olyan kézzelfogható hasznos információkat tudtak átadni az önkéntes hálózat szervezésére, beindítására vonatkozóan, amire mindenképpen nagy volt az igény, és akik megjelentek, nagyon hálásak voltak, különösen annak örültek, hogy kézbe kapott anyagokkal mehettek haza, mert megkaptak dokumentumokat, amiket annak idején a kiemelt projektbe kidolgoztak. És az ugye lehet, hogy valaki nem akar most azonnal egy önkéntes hálózatot, de hogy ennek mindig nagy jelentősége van, ha kapunk olyat, ami mondjuk kis átdolgozásra, vagy át kell nézni, változott a jogszabály azóta, vagy kell rajta igazítani a saját szervezetünkhez, a saját intézményünkhez, alapítványunkhoz, de már egy kézzelfogható, használható anyag. Augusztus 31-ével zárul le hivatalosan ez a projekt, de a munka azért nem ér véget. Én úgy gondolom, és úgy látom, és majd el is fogod mondani, hogy miért nem. Így van, ez nagyon helyes ez a megközelítés, mert valóban tehát a szakmai munka befejeződik, az aktív időszak, de ugye ilyenkor a projektmenedzsment részére azért egy igen nagy falat van hátra, hiszen a záró beszámoló elkészítése ugye 90 nap alatt kell ezt benyújtanunk, annyi időt ad rá a közreműködő szervezet, a támogató. Úgyhogy most miután már lezajlik az aktív rész, akkor kezdődnek ezek a háttérmunkák, amiben azért bizony esténként hétvégekkel nekünk még elég sok órát kell azzal eltölteni, hogy az adminisztrációt tényleg úgy összerakjuk, és minden programelemet. Én azt gondolom, hogy bármennyire igyekeztünk közben mindenre odafigyelni, azt gondolom, saját magunkat is ellenőrizni kell, tehát végig fogjuk újra nézni az eddig elvégzett munkát. Azért ez egy nagyon kemény lesz a záró beszámoló elkészítése, hiszen azt gondolom, hogy nem árulunk el ezzel titkot, hogy az Európai Uniós pályázatok nagyon kemény adminisztrációt követelnek, és az elszámolások kapcsán azért nagyon komoly kritériumoknak kell megfelelni. Tehát ez még
ránk vár, illetve most még egy szerződésmódosításunk van folyamatban, úgyhogy még vannak ilyen technikai, ügyviteli dolgaink. És igazán még a beszámoló benyújtásával sem zárul le a projekt, mert hogy van egy fenntartási időszak. Ugye abban az időszakban a projektben elért eredmények, azok a kiadványok, amiket a projekt során elkészítettünk, tehát mind a film, mindez az áldozatvédelmi kézikönyv, illetve készült egy áldozatsegítő eljárásrend, egy protokoll. Áldozat segítésben érintett szervezetek, szakemberek együttműködéséről. Ez ugyanúgy fellelhető a sanszbékés.hu honlapunkon, és fontos megjegyezni, hogy az, hogy lezárul a pályázat, ez a honlap ugyan egy ilyen statikus állapotban, de továbbra is elérhető lesz, és a pályázatban megalkotott dolgok ugyanúgy elérhetők lesznek online. A könyvre visszatérve kérdezni is akartam, hogy ez hol lesz elérhető, de hát akkor a honlapon ez megtalálható. Ja. Esetleg van-e még valamilyen fontos elem, amiről beszélnünk kellene, vagy ami még kimaradt? Még annyit hadd mondjam, igen? Már itt a projekt eredményeihez visszakanyarodva, egy kicsit visszacsatolva, hogy nem elhanyagolható eredménye a projektnek az is, hogy a különböző szakmák között együttműködés, ugye a szakemberek együttműködése, és azt gondolom, hogy ezáltal a sok program által, ahol sok részevő volt, sokan ugye többször is, hogy az Irén említette, személyesen is ismeretséget kötöttünk, és én azt gondolom, hogy a hatékony munkavégzés érdekében ez is nagyon fontos, hogy a különböző szakterületeken dolgozó szakemberek között egy olyan együttműködés, egy olyan kapcsolat is kialakulhatott, amely segíti a munkájukat, és a mi munkánkat is ezzel. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A kedves tévénézőknek pedig megköszönöm a figyelmüket, továbbra is maradjanak velünk, további jó estét kívánok, viszontlátásra!